Jaj, de örülök ennek a pillanatnak. Ki mutatja be? Igen. Ki a vendégünk? Várjál, megtalálom. Hogy is? Bombera Krisztina! Eltaláltad a nevet, köszönöm. Így van, jó reggelt, és Marót Viki is itt van velünk a vonalban. Szia, reményeink Viki. Szerint. Szia, Viki! Látunk is, látunk is. Szia, szia. Szia, Viki! Na, ugyanis ti... Szia, Kriszti! Na, akkor... Gyakorlatilag beszéljétek meg, ti kampányotok, ti fogtatok össze, miről van szó, lányok? Kriszta, mesélj először te, mi ez a kampány, így figyelünk rátok. Így figyelünk rátok, igen, tavaly kezdtük a Facebookon, van egy oldal, ami egy kampányoldal, egy non-profit kampányoldal, így figyelek rád, ezen a címmel lehet megtalálni. Tavaly anyák napjára csináltunk egy, tulajdonképpen egy ajándékot anyukáknak, becsaptam egy halom nagy sztárt egykor, egy évvel ezelőtt, a Gangsta Zolinak, Iszakeszti, Kabát Peti, Grillus Dorkának, azt mondtam, hogy egy amerikai filmben szerepelhetnek, és a castingra szeretném, ha eljönnének, ki kéne próbálni, hogy alkalmasak erre a feladatra. Mit, komolyan ezt mondtad neki? Komolyan, mindegyik a mai napig azt mondta, hogy egyszer, amikor nem számítok rá, bosszút fognak állni. Öt olyan sztár, akinek van lehetősége bosszút állni. A lényeg az volt, hogy életük legszebb szerepében gyerekként az édesanyjuknak kellett. Tehát a casting az a legfontosabb szerepre szólt. És aztán ezt a kampányt abba hagytuk, és idén elővettük, így figyelünk rátok az egészségügyben dolgozó hősök. Ugye ezt a szót használjuk most Amerikából, ugye ez egy nagyon gyakori szó, a heroes, magyarul egy kicsit furcsa, de azért most az elmúlt 8-9 hétben elég sokat használtuk. 100 szónak egy a vége, ezen a héten Marót Viki az ajándék, 2 héttel ezelőtt Szinetár Dóri volt. De Mária, mit kell csinálni? Tehát mi az, amiből áll tulajdonképpen a kampány? Mert két hete posztoltuk Dóri, tavaly, múlt héten 10 kiló epret, most ezen a héten, mi az, hogy idén meg tavaly? Múlt héten, ezen a héten Marót Vikit, hogy aki a Viki arca alá, portréja alá kommentben beír egy-egy olyan történetet, amit ő átélt, vagy amit ő látott valakivel kapcsolatban, történetet név nélkül, mert akkor nem lesz meglepetés, utána külön fölhívjuk, amikor sorsoltunk csütörtökön, hogy ki volt, kinek a története, ugye nem csinálunk értékrendet köztük, ki az, akit kisorsolunk, kinek a története a nyertes, és azt fogja megszólítani a Viki, súgunk neki majd vasárnap, szombaton, hogy aki megkapja, az azt fogja látni, hogy Viki elég sokat tud róla, hogy ő hol dolgozik, hogy töltötte az elmúlt heteket. Ja, tehát Viki, ti beszélgetni fogtok? Kriszta fölkészített már akkor, hogy mit kell pontosan csinálni? Még nem, majd csütörtökön derül ki, hogy ki a nyertes. Na jó, akkor nézzük ezt a gyönyörűséget, akinek le sem hervad a mosoly az ajkáról. Szóval, hogy akkor, amikor Kriszta ezt így szépen plasztikusan elmondta neked, akkor mit szóltál hozzá, Viki? Én nagyon örültem neki, először egy kicsit nem értettem, hogy pontosan ez hogy is néz ki, és hogy miről is van szó, meg hogy az én ismerettségi körömből kell esetleg valakihez szólnom, és ezt meg vissza is kérdeztem, meg is kérdeztem a Krisztitől, és aztán mondta, hogy nyugodjak meg, most egyelőre még semmi dolgom nincsen, és akkor most már én is kezdem látni, hogy pontosan miről is van szó, és hát nagyon izgalmas feladat számomra, hiszen az én ismerettségi köröm mert is számtalan egészségügyi dolgozó van, és én tisztában vagyok azzal, hogy milyen megfeszített munkát végeznek, és hogy milyen nagy felelősség van az ő vállukon. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a Kriszti engem fölhívott. És mit fogsz csinálni konkrétan akkor a győztessel, vagy a győztesnek? Duettet énekelsz. Krisztivel. Például, de egyébként ezen még nem, tehát még nem sikerült zöldágra vergődni önmagammal, hogy most egyénileg, vagy esetleg a zenekart bevonva szóljunk majd ehhez a kedves emberhez. Tehát összekapcsolódtok valamilyen formában, és akkor énekel neki a Viki, vagy a zenekar, ez akkor még kiderül. Ha most először találkozik valaki ezzel a kezdeményezéssel itt a Starton keresztül, akkor ez azt jelenti, hogy csütörtököt említettél, most ugye kedd van, akkor ez azt jelenti, hogy ma, holnap és holnap után valameddig még megírhatja a történetét Vikinek nektek? Viki arca alá az Így figyelek rád Facebook oldalon egy-egy apró történet arról, hogy az egészségügyben dolgozó ismerőse, akinek a nevét ne írja oda, mit csinál éppen. És a kommentek között fogunk sorsolni, és a Viki fölveszi majd maga a videót, és posztoljuk a videót, és akkor szólunk az illetőnek, hogy nincs csak,
Marót Viki ajándéka a hétvégén. De jó, és azt kitaláltátok egyébként, hogy hogy fogtok sorsolni? Tehát, hogy ennek van egy módja, persze. Vakpörgetése van a dolognak? Vagy? Akkor már volt egy. Van, igen, volt már kettő is. Kettő is igen, volt, mert az epret említettet. Irgalmatlan mennyiségű epret adtunk ajándékba. Azt találod ki, hogy mi legyen? Most a Viki legyen, most eper legyen. Egyik héten egy sztár, és a másik héten egy immunerősítő. Egy immunerősítő. Tehát eper és Marót Viki, így együtt ez egyébként. De Viki is erősíti az immunrendszert. Azt tudjátok-e, hogy például Vikinek lesz-e például, vagy a zenekarának, vagy neked egyáltalán személyesen lehetőséget találkozni például a nyertessel? Tehát, hogyha mondjuk Békés Csabai a nyertes, akkor nem tudom, hogy a jelenlegi korlátozások mellett hogyan tudtok például személyesen találkozni. Nem, ez mind online történik, mind az Így figyelek rád kampány oldalon keresztül. Tehát Vikit sem arra kértük, hogy személyes találkozást eszközöljön a győztesünkkel, hanem a részleteit az életének és a munkájának tudván úgy szólítsa meg, és úgy adjon produkciót. Szinetár Dóri is isten ilyen megoldotta ezt, hogy jaj, tudom, hogy most Faddon dolgozik, és a idős nagyon a másik két asszisztens, úgyhogy tudjuk, hogy egyedül van. Annyira személyes volt, hogy eltéveszthetetlen volt. Rendben, de azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy az epret online hogy adtátok oda? Azt kivittük, így van. Viszont a történetet is mondjál már. Tehát, hogy milyen sztorik ezek, mik jöttek, mik voltak a legérdekesebben? Jött nővérkéről, jött orvosról, jött gyerekorvosról, jött körorvosi asszisztensről, arról, hogy hogyan végzik a munkájukat, hány éve dolgoznak, mi volt velük kapcsolatban a személyes érintettsége, annak, aki a kommentet beírta. Úgyhogy igazából az benne a legszebb, hogy mások mesélnek valakiről, és jelölik az nekik is az ajándékra. És hogyha már említetted, hogy a mostani nyeremény gyakorlatilag Marót Viki, illetve Marót Vikinek a művészete, akkor hadd kérdezzem már meg, Viki, például, hogy születnek most új dalok? Tehát most, amikor nem tudtok próbálni, nincs fellépés, nincs koncert. Olyan karanténdaluk van nekik is. Is. Nekik is, igen. Szóval, igen. Hogy... Most már vannak, Nova bácsi már azt mondja, hogy vannak bizonyos szavak, amiket nem annyira kedvel, ilyen a karantén, a maradj otthon, vannak, vagy a korona, tehát hogy ezeket ő már nem bírja elviselni, de természetesen próbáljuk kihasználni a körülmények, azt a lehetőségeket, és online, és mindenféle formában videóklippeket gyártani, meg alkotni, úgyhogy próbáljuk persze hasznosan eltölteni az időt, mert hát a napi előjel az nem mindegy, hogy pozitív előjellel kezdjük a napot, vagy negatív előjellel, és ebben a kampányban is úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ennyit lehet adni, vagy egy valamiféle művészet adhat, egy pozitív előjelet mondjuk arra a napra, akkor már megérte. Hát tisztelet a hősöknek, tündérek voltatok, én esküszöm, elmegyek egészségügyi dolgozónak, olyan aranyosak voltatok. Sorsoljátok ki nekem, Viki, majd elénekelgetünk együtt. Puszilak, Viki, vigyázz magadra, jó egészséget. Liszta, mondd el még egyszer gyorsan a Facebook oldalt. Így figyelek rád. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szia.